Vizén zenekar és a Horváth asszony kórus műsora a megújult Horváth klub belső udvarán. A pécsi Esze Tamás utcai épületet felújították. Az ünnepélyes átadót csütörtök délután tartották. A Horváth klubot 40 évvel ezelőtt alapították, ami szellemi és kulturális központja lett a Baranyai megyeszékhelyen és környékén élő horvátságnak. Azonban az épület állapota folyamatosan romlott. A horvát önkormányzat állami segítséget kért. Néhány évvel ezelőtt az államtitkár úrral egy rendezvényen vettünk részt, ahol elpanaszoltuk, hogy most már ráférne egy felújítás az épületre, és szerencsére meghallgatott minket, és a magyar kormány segítségével sikerült az utóbbi néhány hónappal felújítani az épületet, és azt gondolom, hogy valóban egy impozáns épület, egy impozáns központ jött létre, egy galériával, egy multifunkcionális térrel. Ehhez kellett a magyar kormány támogatása. Az az 50 millió forintos támogatás, amellyel a kormány mindezt támogatta, én azt gondolom, hogy jól hasznosult. Mindezt persze akkor érdemes támogatni, és akkor hozza meg igazából a gyümölcsét, hogyha maga a közösség tartalommal megtölti. Akkor, hogyha a közösség mind kulturális, mind pedig nyelvi szinten erősödik, és megmarad. És Magyarország kormányának a következő 4 évben is az a célkitűzése, hogy magyarországi nemzetiségeket, így a horvátokat is mindenképpen ebben a törekvéseikben segítsék. Az államtitkár elmondta azt is, hogy csak ebben az évben több mint 40 településen történnek olyan beruházások, amelyekkel a hazánkban élő nemzetiségek oktatási, kulturális életét segítik. Épületeket újítanak fel 630 millió forint értékben. Ebbe a sorba illik a pécsi Horváth Klub megújítása is.